A tavaszi 4 meccsünkből leggyengébben játszottunk, és mégis most volt a legnagyobb szansunk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Tényleg azt mondom, hogyha szerencsénk lenne egy kicsit is, akkor ezt a 2-1-es, ugye megfordítottuk 2-1-re, azt már meg kellett volna tartanunk azt az eredményt, és megnyerni a mérkőzést. Azt beszéltük meg az elején, hogy kontrákra játszunk, Vasasnak is kell egy győzelem, és az gyakoroltuk egész héten, hogy kontrából megpróbáljuk őket meglepni. Ugye az első félidő az nem sikerült olyan jól, utána váltottunk egy letámadásra. Lehet, hogy az miatt, lehet, hogy nem az miatt, de 2-1-re sikerült megfordítanunk ugye a mérkőzést. Végig 3 pontért játszottunk, mert nekünk csak az elfogadható most már, ugye. És amit mondtam az előbb is tényleg, hogy 2-1, akármilyen rosszul játszottunk, meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Matematikailag még van esélyre, hogy bennmaradjunk, de azt beszéltem meg az öltözőben, amíg nem húzzák meg a vonalat, addig nem is gondolunk erre. De ugye nehéz így mérkőzésen arra figyelni ilyen helyzetben, hogyha nem nyerünk, akkor mi lesz velünk. Hát tényleg most sajnálom, hogy így alakult ez a megint ez a mérkőzés, mint az idejek, de tényleg ilyenekbe kell tanulni, hogy egy ilyen meccset, ahol gyenge játszom, fordítunk 2-1-re, meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, csak ezt tudom mondani.